Na szevasztok srácok, Csipi vagyok, és ebben a videóban átveszük a Weekend Liga Rewardot. Ugye ezen a héten Gold 1-be végeztünk, de ugye nem játszottuk le az összes meccset, sőt elég érdekes hétvége volt, hiszen Alex kezdte azt hiszem pénteken talán, meg szombaton is nyomta. Lehet, hogy csak pénteken nyomta, és akkor nyert 14 meccsből 11-et, aztán szombaton az egyik haverunk elkérte az akkunkat, a Rizi. Hát 5-ből 1-et nyert, lol. És akkor utána én nyertem 3-ból 3-at, és úgy álltunk, hogy 15 győzelem és 9 vereség, vagy valami ilyesmi. Vagy nem is tudom, várjunk. A Rizzi bukott 4-et, Alex 3-at, akkor 7 vereségünk volt, és 15 győzelmünk. És volt még 8 meccs, tehát 8-ból 8-at kellett volna nyerni. Egy másik ismerősünknek, ugye a Dobsa Gergőnek, aki vasárnap este lenyomta helyettünk, ugye a Weekend Ligát, de csak hetet tudott behúzni, tehát megint egyel elbuktuk ugye az Elite 3-at, pedig az adott volna valamilyen TOT vagy TOC pakkot, már nem tudom milyen pakkot ad egyébként. De szóval a második olyan hét, amikor ugye Gold 1-be végzünk, de nem jött össze az Elite 3, ugye egy meccsen múlik minden, de hát tényleg most már valahogy úgy kéne, hogy vagy Alex nyomna le az egészet, vagy a Gergő, vagy ketten közösen nyomnák, és akkor minél kevesebb veszített meccsen jussanak el ugye valahova 20 győzelemig, és akkor onnan már a 23 győzelem szerintem nem lenne elérhetetlen. Minden esetre most Gold 1-be végeztek, úgyhogy megnézzük, hogy tényleg ott végeztünk-e. Ja igen, hát igen, 20 győzelem jött össze, mert ugye én is kivettem a részemet 3-mal, a Dizzy meg 1-jel. Istenem. Ugye, két player picket kapunk így, két 100k-s pakkot, 50 ezer coint, meg ugye 2000 kvalifikációs pontot. Most az a kérdés, hogy el tudom nyomni a két picket. Mert nem akarom őket elbontani, majd Alex elbontja valamikor. Ha itt Xbox közelben lesz. Na szevasztok srácok! Nézzük, ugye most egyet több esélyünk van, mint múlt héten, arra nyissunk egy értelmes játékost. A pickből. Múltkor testégen jött. Most ugye a francia ott van. A francia ott van most, jár, de az olaszból fogunk, ilyen múlt héten az volt. Melyik még a másik ott amúgy. Amiből kaphatunk. Mindegy, négy játékost fogadni, valamiből tudunk választani, mind a kettőből, tehát összesen 8 voltunk kettőt kiválasztani. Na, amúgy kíváncsi vagyok erre. Ez bedobja a legkuladékokból. Na nézzük. Szerintem, hogy egyértelmű a Tadicsot fogom. Jó, akkor melyiket akarod? Figyelj, ezt a Angelinot biztos nem fogom venni. Igen. Mi? 95-ös? Azt mondod, Korea legyen? Hát szerintem az jobb. Angelino szar, Kéz a szar. Hát Telics nekem nem kéne. Koreát kiválasztjuk. De hát Telicsot akarod? Most már több mint. 90-es Korea, nem tudom mennyibe kerül amúgy. Hát szerintem a másikban nem lesz ennyi 90 feletti. Szerintem sem. Hát az is oda volt, hogy 4-ből 3 ilyen jó volt amúgy. Ez az LB volt szar. Van Percy. Jaj, kapus nem akarok. Izzót kinyitottuk. Piátek az... Megvan? Procba? Hát akkor... Majd a legenda. Van Percy. Most poénból megnézem, hogy... Kajak ez a Korea, ez többet, mint a Tadic.
Na, nem nézem. Hát nem akkor rá volt. Hát tudom. Hát ez nézem a vizé. Ez a 77-es volt. A videóban nézem a vizé hülyeségeket. Nagyon fasz, hogy ez idő. Az végül is nem is olyan olcsó. 200 ezer fölött van. Most nézd meg egy telécsot. Most már nézzük egy telécsot is most már azért. Melyik csipjánk igaza volt-e? Hm, de vajon miért? Mert használhatatlan igaz, vagy mi? Hát ilyen szar, mi jó, akkor tényleg jó választás volt az a Korea. Mi három pakunk van, abból a 200 ezeres fogjuk kinyitni most. Ezt kíváncsi vagyok, hogy abból jön valami értelmes. Elsőben van egy pepe. Nem, de 85-es pepe van a 100-es pakba. Akkor most bekeverem a következőt. Pepe. Ja, van 12-ét. Szerencsé, hogy most egyszer a játékban van a helyünk a transferen. Te ilyenkor mit csinálnál, hogyha elfelejtenél és most egy pakkod, mit csinálnál? Azt sem szerintem, hogy ezt nem csinálnál, hogy kell elfelejteni. Há? Nem. Jó, elfelejtem, amúgykor nem kevertem be. Hát most ez van. Tudtam volna, hogyha nézzetek a kamusson is egy halálszar 100-es pak, 83-as lenne a játékos. Malcolm, mély kapus. Na, a 200-es pak nem ért együtt 100-et amúgy. Tudom. Hát esküsz, hogyha valamikor is még vélezni fogunk, akkor ugye, itt, akármikor vélezünk, csak a pikekbe lehet szállítani 100-es pakokban. Akkor a játék során, na, az egész játékban, pikkekbe lehet bízni. 100-es pakk, ebben a játékban nem nagyon dobja nekünk. Csak ez ilyen olcsó pakkok. Mindig srácok, akkor jövő héten, hogyha, vagy ha legközelebbi VR Award, de biztos, hogy bekeverik az összes pakkot, hogyha lesz VR Award. És akkor nézzük, akkor mi jön, mert utóbbi időben egyet se kevertünk, és nem jött semmi. Ennyi lett volna srácok a VR Award. Végis pikék most nem voltak olyan szarok ahhoz képest. Végre. Ilyenek örülünk. Ha tetszett a videó, akkor dobjátok rá egy lájkot, szavaztok.